Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pontban a ma műsorunk meghívottja Keresztes Attila, a Tompa Miklós Társulat igazgatója, és hát nem mellékesen, főként a mai témánkkal kapcsolatban a Művészeti Egyetem tanára, és és néhány nap múlva bemutató lesz az ő rendezésében a stúdió színpadon. Azt javasolom a nézőinknek, hogy, hogy kapcsolják be az öveket, mert izgalmas előadásnak nézünk elébe. A darab írója Jean Genet, egy a francia dráma irodalomnak, hát hogy több mint fene gyereke, tehát elég zaklatott gyermekkor, fiatalkor és életút volt mögötte. Tolvajként indult, és többször volt börtönben, és hát a börtönben volt ideje írni, amint a mi politikusainknak is, csak róluk nem derült ki, mint Zsanzsönéről, Jean hogy rendkívül tehetséges. És miután több híres francia író a háta mögé állt, utána nem került többet vissza a börtönbe, de mindenképpen olyan, tehát a darabjainak a tematikája, feldolgozási módja az hát erősen megmozgatja az emberi fantáziát, hogy, hogy Istenem, milyen életek vannak. Most a cselédek című darabja az ön választotja, tehát ezt mutatja be most a, a magisteri első év diákjaival, ami arról szól, hogy két cseléd lány kinyírja a, a gazdasszonyát, ugye, ismerjük Kostolánynak az Édes Anna című novelláját is. Hát nehéz lehet a cserédekkel, és örvendek, hogy azért ez a műfaj így kifogyott az életünkben. Miért pont ez a darab, és mi a vezérfonala ennek az előadásnak? Igen, ugye Zsöné, hát igen, ő egy csavargó bűn, életfogytiglant kapott, és így Picasso, Szárt, Koktó írtak a az államelnöknek is így felmentés kapott, és ez minden, minden, írásában azért ez az élet, a, életút, amit itt az előbb hallottunk, tehát hogy erőteljesen benne van. A, ő hát így nem tisztázott, de az jó is, hogyha nem tisztázott, hogy ő, hogy ő expresszionista, vagy szürrealista, vagy... De alapvetően ugye minden izmusnak az alapja a naturalizmus, tehát hogy maga az élet és ő ennek a részleteit úgy élményanyagból, tapasztalatból, mint a fantáziájából részleteiben ismerte. Volt egy eset 1933-ban, hogy két cseléd, a papen nővérek meggyilkolták a gazdájukat, és egyszerűen nem értette senki, mert itt nem két gyilkosról volt szó, nem is zárták be őket hanem két magára maradt testvér, vagy egy magára maradt testvérpárról. És igazán ebből nagyon sokan írtak ilyen-olyan irodalmi műveket. Zsöné is ebből írta a cselédeket. Alapvetően igen, tehát ez, az, borzasztó, borzasztó, hál' Istennek nincs már ez, mert az, tehát ugye az valamilyen módon az emberi méltóságukban annyira, annyira nem létező személyekről van itt szó. És ugye ez az problématikája, hogy ha nem vagyok cseléd, akkor ki vagyok én? Tehát, hogy nincs egyszerűen funkciójuk. És mivel, hogy ők ketten vannak itt, a, a, ezért a, ez a tehetetlenség, ez tud akcióvá és reakcióvá válni, és így jutnak el ők addig a vágyig, hogy ha a felsőbbrendőt itt van egy úrnőjük, ha a felsőbbrendőt megölik, akkor ők majd szabad életet fognak élni, és meg tudnak születni emberként. Természetesen, hogy azért csodálatos ez a, ez a mű. Érdekes, mert nem egy olyan értelembe vett populáris téma, amin könnyen átgördülünk, és egy jót sírtunk, vagy jót nevettünk, és akkor tartalmasan hazamegyünk, és mégis rengeteget játszák. És éppen azért gondolom, mert hogy olyan analízis, igénye van, hogy, uh, hogy, kik vagyunk mi, uh, hogyan, hogyan tudunk a mi zárt helyzeteinkben, a mi életünknek a kis zárt helyzeteiben boldogulni, hogyan tudunk önmagunkra találni. Tehát, uh, <coughs> ők el, tehát ugye van, van, benne egy csavar, amit igazán, hogy mondjam, hát el is mondhatok, mert hogy nem olyan, össze, nem olyan bonyolult. Tehát hogy ők nem tudják megtenni ezt, természetesen pontosan a cselédségükből fakadóan azt, hogy, hogy megszüntettik ezt a fajta társadalmilag felneálló egyént, akit nem is ismernek, vagy nem is tudják, hogy ismerik-e. Uh, és ezért uh, nem marad más, mint hogy az egyik őjük öngyilkos lesz. Uh, nagyon érdekes, hogy volt egy másik, uh, egy másik ikerpár, a Gibbons nővérek, akik ugyan ebben a helyzetben, vagy ugyanebben ilyen szituációban soha nem beszéltek senkivel, de ők egymás közt kommunikáltak, és végül az egyik úgy döntött, hogy neki meg kell halni ahhoz, hogy a másik életre szülessen és egyáltalán tudjon kommunikálni. És ezt így is tették, és érdekes, hogy az ikerpár másik fele az mai napig él, és boldog kommunikál, éli a normális emberi életét. Tehát, hogy, és ugye itt van ebben az akkori mindenféle lélektani ismeretekből összegyúrt az élet és, a, és a, az emberi a, a lélek utakodásainak a tanulságai, és közben egy nagyon szép költői nyelven fogalmazza mindezt. Tehát, ha tömören meg kellene fogalmazni, akkor valahogy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen emberi gyomorban történő tükörbenézésről szól. egy, ez, egy, remélem, hogy a végén, ugye még csak terveink vannak, nem sokára most már végérvényesen látjuk a végterméket, de egy gyönyörű, szép díszletben, nagyon, nagyon ügyes, ügyes diákokkal. A darabválasztást illetően éppen azért, mert, mert ugye ez egy tanintézmény, tehát hogy itt az elsődleges szempont nem az, hogy sikerük legyen. Mármint, hogy a produkció egészében. Így van, így van. Tehát a, a, arra majd, a, ha most jól alapoznak, ha, ha most jól elemeznek, ha most jól építkeznek a, 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 azt illetően, hogy hogyan kell egyáltalán egy, a, egy ilyen, egy egész előadást. Ugye ők tanultak három évig alapokat, rakták a téglákat a, a egymásra, és most van az a pillanat, amikor egyként kell felépíteni egy előadást, Uh, és ez a darab, ez úgy, mint hát, tehát mindaz a háttérinformáció, hogy miket kell emellé olvasni, hogy meglegyen az a, az a másodrendű információnk, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni ezt a színpadra állítani, illetve az az elemzés, ahogyan el lehet jutni az embernek ilyen mélyére. Nagyon nehéz feladat, néha lehetséges, hogy, hogy még túl nagy is. De ez nem baj. Tehát, hogy ez, ez, az oktatásban azt hiszem, hogy mindig magasra kell tenni a lécet, és akkor, mert amit könnyen átugrunk, az nem feladat. Hát gondolom, hogy azért jó egy ilyen aberrált lelki állapottal vagy személyiséggel foglalkozni, mert annál jobban kidomborítható, hogy mi, az, mi a természetes, tehát hogy mi a, az igazi emberi való. Tehát, hogyha nincs egy ilyen ellenpont, ami, ami, ahova eljutnak az emberek, akkor nem lehet pontosan felmérni, hogy melyik az, ami egyensúlyban van, normális, boldog, rendben van, igen. és szeretjük. Igen, tehát hogy igen, hogy a nem normálisat hát mindig természetesen csak a normálishoz viszonyítva tudjuk meghatározni, de ugye azért jó egyáltalán a dráma mint műfaj, ami az emberrel így foglalkozik, nem létezik, nem létezik olyan dráma, ami a normalitásról szól. Ugye az pont az a, ez a, amit Shakespeare úgy mondott, már köszönjük, görbe tükör, tehát hogy azért görbe, mert, mert hogy az embernek pont az abnormális, és nagyon sokszor gondolkodom, hogy, hogy mi az alapunk, a normalitás vagy a nem normalitás. Sokszor azon vagyok, hogy a nem normalitás az alapunk, amit mi normalizálunk azért, hogy ne öljük meg egymást, vagy ne, ne viselkedjünk, amit úgy hívunk, hogy deviánsan. Tehát nagyon, nagyon tartalmas, nagyon jó anyag, és ugye azért meg egy külön öröm, hogy, hogy úgy hozzuk létre, hogy igazán én csak ilyen irányítója vagyok. Természetesen, hogy a rendezés részét ellátom, de, de úgy a dramaturgia részét, a díszlet, jelmeztervét, tehát hogy az egyetem különböző szak, 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 különböző szakokról összegyűjtött csapat dolgozik ezen, és öröm látni, ahogy ezek a, ezek a fiatal emberek gondolkodnak egyáltalán színházról, hogy ők valami újat akarnak hozzám képest, és ezt öröm látni, mert igazán ez az ő dolguk. Igen, hát gondolom a diákokkal együtt dolgozásban mindig ez van benne, hogy az ember találkozik olyan életszemlélettel, amivel még addig nem, mert hogy ugye az új generáció mindig meglepi az embert, hogy vannak teljesen más ötletei, és más Igen. elgondolásai. A, a dologról. Na most persze ez az egész történet egy ilyen groteszk, úgyhogy feltételezem, hogy azért a kulcs, amelyben ez létrejön, ez az előadás, mégiscsak hasonlít, vagy hogy ez az. Tehát, hogy ez egy. Egy, mert ugye mondta a normális életek, és hogy az nem szokott megjelenni drámában, hát meg szokott jelenni, csak általában úgy hívják, hogy délutáni szappanopera jó. vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy az, aminek így nincs sarka, nincsenek eltérések, nincsenek vajudások benne, hogy mi jó, mi nem jó, az egy tök dolog, és ezzel azért nehéz foglalkozni. Igen, igen, egyértelmű, hogy valamiféle eszenciát, tehát hogy úgy, a, a, úgy a, a, a pozitívumainknak, mint a negatívumainknak valamiféle eszenciáját muszáj tartalmaznia egy drámai műnek, és ami nem tartalmaz, az nem is marad fönt, az, az, az ki is kopik. Na most általában ez a darab két szereplősen szokott szerepelni, most... A három szereplős. Igen, mert ugye van egy van egy van a madam, ami, ami egy ilyen hát nem mondanám, tehát olyan, olyan érdekes, hogy a, a, a szerepe az, hogy ő nem egy szerep, hanem hanem egy egy jelenség egy olyan egy olyan szempont, ami, ami meghatározza ennek a két lánynak a, a mienségét, cselekvéseit, stb. A, egyáltalán az egész zsöné, a jöné életéből a, a kiindulva, ugye ő egy, a, ő egy, homoszexuális ember volt, és a, ugye itt úgy adódott, a, úgy adódott a, hogy két lányjal és egy fiúval a, dolgozunk, és akkor a madámot egy ilyen furcsa nemtelen, nemtelen lényként jelenítjük meg. Nem feltétlenül, tehát, hogy a, a, mert itt nem is a nemiség a kérdés. Természetesen, hogy a két lánynak nagyon fontos az, hogy ő, ők a nemiségüket sem, a nemi funkciójukat nem tudják megélni. Tehát a, a, nem annyira a szexualitásukat, hanem a, 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 azt a, a, a feladatukat, amit a női nem nemiségük követel. És ugye ez is egy hiányérzet, a, hogy minden olyan, ami, ami a, az anyagyerek, viszonyra dedukálható vissza, azt ők kizárólag a gyerekkorukból, gyerekkorukban élték meg, és nem, ja, valahogy kiüresedtek ezek a tartalmaik. Tehát, hogy ilyen módon három szereplős ez. A, a, el, lehet, el, lehet ebbe, el lehet, ebbe, merülni nagyon, nagyon, nagyon szépen is. Ennek, Ennek milyen illetve. dramaturgiai, hátsó munkái vannak, mert gondolom, hogy azért ott a szöveget egy kicsit meg kellett dolgozni hát olyan értelemben, hogy megjelenjen. Tehát, hogyha jól értettem, akkor ez a Madám a lányok szerepjátékaiban létező szerep, tehát hogy időnként egyik másikbe átveszi a szerepét ennek a. Igen, a, ők van a este. Amit most ugye dramaturgiailag külön választottak egy, egy megjelenő jelenségé, és azért mondom, gondolom, hogy a dramaturg ebben egy kicsit belenyúlhatott hát, az ő alapvetően... Ugye az egész, az egész művet, tehát itt a dramatúrnak, mint szövegkezelés igazán fontos szerepe volt ebben a munkában, mert tehát először is maga a zsöné darab kusza, tehát ez, talán ez a legjobb kifejezés, hogy ő aztán utólag meg kellett védenie, tehát kellett írjon erről hogy azt mondják a kritikusok, hogy nem ezen a nyelven beszélnek a cselédek, hogy mi, a, mi az őszinte és mi a szerepjáték, azt mindenki döntse el. Tehát, hogy kellett egy ilyen kézikönyv, vagy valamiféle magyarázatot adnia. Igen, itt muszáj zárójelben megjegyeznem, hogy ugye a modern drámáknak az egyik jellemzője az, hogy hát elég alpári nyelvet használ illetve hát nem az irodalmi nyelven szoktak íródni a kortárs darabok. És igen, az ember úgy gondolná, hogy ha valaki egy ilyen hátterű író az életét tekintve, és a cselédekről ír, akkor igen, azt hitte volna az ember, hogy a trágárságok pont-pont-pont-sipolás, pont sipolás. Tehát, nem. Hogy, tehát hogy, pont fordítva, egy um... nagyon szép költői. Uh szövege van, viszont ebben valamilyen módon rendet kellett rakni éppen az érthetőség miatt, hogy ne legyen csak egy önmagáért, önmagáért valahol a mélyben forrongó párbeszédek, és tehát hogy elég, elég ködös volt, elég, elég így olvashatatlan volt, hogy mikor mi történik pontosan itt a lányok közt. És akkor ugye ugyanígy, ugyanígy, a, tehát a Madámot is. Meg, tehát kellett valamilyen módon készítettünk egy ilyen csomagot, egy ilyen uh, gondolatcsomagot. Ugye a Madámnak egyetlen problémája van, van egy szerelme, a Mösszi nincs is neve, uh, akit bebörtönöztek. És ezt a lányok találták ki, pontosabban ők azt kitalálták, hogy ők írtak egy feljelentő levelet, szól egy, egy szerepjátéknak az áldozata. és uh, itt a másik problematika, mármint a lányoké, hogy a cselédeké, hogy nincsenek igazi érzelmeik, viszont a madámnak vannak. És akkor ez adott egy olyan lehetőséget, hogy ugye a madám azt mondja, hogy, hogy szenvedek az érzékenységemtől. míg a cselédekük, meg pont az elfásultságukat, a szárazságukat, a képtelenségüket az empátiára is azt, azt ismerik föl, és akkor így külön lehetett őket választani, hogy mi a, mit jelent egyetlen az érzelem, és mit jelent az a forrongó, tehetetlen, száraz, emberi belső, amikor a testvérem meggyilkolása a feladatom. Tehát, nagyon, tehát igazán mélyen lehet ebben meg, megfürödni, úgyhogy nagyon-nagyon jó feladat volt ez, a, ez nekem is, meg a diákoknak is. És a lányok, mármint hogy a szereplők, a színész lányok, hogyan vették az akadályt? Nehezen, hál' Istennek. Mert de ez, ez, kifogna rutinos, rutinos színészeken is, tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz ennek a rétegeit úgy kezelni, hogy mindig tudjam pontosan, hogy hol vagyok. És ugye közben ne tudja, mert ez az ő dolguk, hogy, hogy, hogy ne játszanak, amikor amikor játszanak. Tehát nehezen, de látjuk a végét, és ugye egy előadást, vagy egy, egy olyan művet, amit többször játszanak, tehát az minden előadás egy kísérlet, minden előadás egy, egy kísérlet úgy, hogy tudják, hogy mi a cél. És akkor van, van eset, amikor eljutunk egy elégséges végeredményig, van, amikor nem, de nem baj, mert ők több száz szerepet fognak játszani életükbe, úgyhogy lesz erre idejük. Ez a jó alap arra, hogy így a végleteket kipróbálják. Igen, és hát említette a képi világot, amit szintén az egyetem diákjai fogalmaznak meg díszletben is, és és kosztümökben is. Ez, ez nagyon fontos része egy előadásnak, és egyre fontosabb, ugye, hát az is közhely, hogy az Z-generáció mindent vizuálisan lát, úgyhogy a vizuális világ megfogalmazása különlegesen fontos. Azt mondja, tehát, hogy zsöni ad egy, ugye, ad egy ilyen hát a szerzői utasítást, hogy a madámnak a budoárja, ami egy ilyen sötét, és ott írja részletesen, hogy milyen nőknek a rúzsszagú hálószobája, hogy már összetévezthető egy bordéház legbensőbb titkával. Ehhez képest mi azon gondolkodtunk, egy, egy olyan teret kellene találni, ami közös. Valamilyen módon a cselédeknek és a, a mindenkori a, a úrnőknek vagy madámoknak egy közös tere, és így egy fürdőszobára, egy, egy nagyon pöpec fürdőszoba mellett döntöttünk. Tehát a, ugye, ahol feladatuk is van, de közben nem az övék, a, ugye ilyen ilyen a, a szerepjátékban ilyesmikkel foglalkoznak, hogy ők vasárnaponként abban a kádban megfürödhetnek, amiben a madám, és ez, ez maga a mennyország. És, és ilyen, tehát hogy ez a, ez a terünk egy, egy fürdőszoba, ahol aztán van, van, mit, van, mit, tenni. Ugye a fürdőszobáink azok az intim, az intim terünkhöz tartoznak, ez nem általában, vagy egyelőre még nem, a, még nem tartozik a, a, a nyilvánosság elé. Úgyhogy még ezzel, az idén, még ezzel tudunk játszani. Lehet, hogy két év múlva már igen, nem, mert mindenki igen, kerül mert mind a világ. Van igen. egy fürdőkád, igen. Tehát, hogy mindenki kerül a világ elé. De hogy így ezt, ezt próbáltuk megfogalmazni. Természetesen, hogy ez a, egyetlen egy olyan világban íródott, egy erősen katolikus neveltetésű, ugye ők ilyen, mert hogy óhatatlanul mi egy picit vizsgáltuk ezeknek a papennővéreknek a gyerekkorát, hogy mi történt velük. Ők egy ilyen katolikus, katolikus apáca neveldében nőttek föl. Uh, lehet, hogy a torzulásuk egy része onnan fakad, de tehát uh, úgyhogy, uh, és ugye hivatkoznak is a darabban, mert igazán itt az ő, a bűnük vagy erényük, a, a ember ebben, ebben a tükörben méretkezik meg az ő hitük és az egyáltalán a katolikus vallásnak ebben a Ebben a szabályaiban. És végül nem lehet tudni, hogy mivel fejeződik be a sztori, nem, nem, nem. most nem áruljuk el, különben sem. A kedves nézőink, jöjjenek és nézzék meg a darabot, amelynek a bemutatója február másodikán ámban. lesz a Stúdió Színházban. Én um, sok sikert kívánok ennek a darabnak. Úgy legyen és köszönöm szépen, hogy itt voltam is. Én, köszönöm. Én köszönöm. Kedves nézőink, ez volt mai pontban a műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszont látásra.